űrtávcsőes exobolygó kutatás magyar részvétellel. Mi várható? Ugye megszokott volt az elmúlt években, hogy mindig valami Kepler-es hülyeségről beszéltem. Ez az az exobolygós előadás, amiben szerintem a Kepler meg sem lesz említve, vagy maximum egy mondatba fél pillanatig. Ki van téve 4 darab fantáziakép, fantáziaképszerű fotográfia, és hát tulajdonképpen a ma esti előadásomban 2 sapkát viselek. Ugye a nevem alatt szerepel a szokásos Magyar Tudományos Akadémia Csillagászat és Földtani Kutatóközpont Konkolitege Miklós Csillagászati Intézet. Szerintem a nagy része már vissza tudja mondani. A második sorban pedig egy ilyen újabb funkció, a European Space Agency Science Program Committee nevű dolognak vagyok a magyar tagja, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium delegáltjaként, tehát kissé nagyképpen kormánytényezőként lépek föl ebben a témában. Ugye az Európai Űrügynökség Tudományos Program Bizottságában hozunk, mondhatom így többes számban, döntéseket a jövőbeli ézás Európai Űrügynökség is űrmissziókról, és ebbe fogok leginkább beletekinteni, hogy következő évtizedben mi is várható. És hát boldogan, vagy hát legalábbis örömmel mondom, hogy mindegyik projektnél, ami ézás, ebből a 4-ből 3 van említésre méltó magyar részvétel. Ugye most itt tulajdonképpen, lehet, hogy kikapcsoltam, most visszakapcsolom, most játszok, tehát élvezem a játékot, igen, köszönöm szépen. Ugye a 2030-ig előre tekintve, ez a politikai szférában meglehetősen science fiction kategória, az űrprogramok tervezésénél pedig ez a napi gyakorlat, évtizedes időskálán kell terveznünk. Ha megnézzük azt, hogy az exobolygó kutatásában milyen dedikált, tehát kimondottan exobolygászatra kitalált vagy optimalizált űrtávcsöveket látunk már most, 2018 elején, akkor 4 programot, 4 küldetést egész konkrétan meg lehet nevezni. És ha várható indítás szerint időrendi sorrendbe rakjuk ezt a 4 missziót, akkor jutunk el tulajdonképpen a mai előadásomnak a témájához, a következő évtized 4 exobolygós űrtávcső programjához. 18 első felében fog indulni a NASA-nak a TESS missziója. Erről múlt héten jött talán pénteken, vagy csütörtök este az információ, hogy most csúsztatták az indítást, és biztosan nem fog elindulni április 16-ánál előbb, és az első tudomány az 60 nappal később, az indítás után fog elindulni, tehát még valamikor idén, az év első felében úgymond elindul a TESS. Utána az év végén, szerencsés esetben még az idén, reális esetben jövő év elején, tehát valamikor 18-19 fordulóján elindul a KEOPS, ami az Európai Űrügynökség S1, tehát Small missziói közül az első, és lehetséges az utolsó is. Utána kicsit nagyobb ugrás fog következni, 2026-27 tájékán a Plato fog elindulni, ami az Európai Űrügynökség 3-as számú közepes missziója, és 2028-ban, ha az Úr is úgy akarja, és jövő hónapban Párizsban az ESA Tudományos Programbizottsága is, akkor az Ariel nevű exobolygós űrtávcső is elindulhat, ami a 4-es számú ESA közepes misszió lesz. Csak hogy tegyük el nagyjából a dolgokat, ugye a NASA-nál a TESS az egy kis költségvetésű, tehát ez a 100-200 millió dolláros dolog, a KEOPS az ESA-nak 50 millió euróba került, és még a többieknek még másik 50-be, tehát összesen 100-110 millióba. A Plato az egy olyan 7-800 millió eurós játék lesz, az Ariel hasonlóan 7-800 millió eurós, mind a kettő az ESA-nak, az ESA tagállamoknak 500-550 milliójába fog fájni. Csak a nagyságrendeket, ha azt mondjuk, hogy milyen nagy számokat mondok, azért tegyük kicsit rendbe. 500 millió euró, az az 1 milliárd eurónak a fele, ez egy elég egyszerű számolás még. 1 milliárd euró az 312,5 milliárd forint, azt ha elosztom 2-vel, akkor eljutunk a 156 milliárd forintig. Vannak Budapesten olyan sportlétesítmények, amik többe kerültek, vagy fognak majd kerülni, mikor be fog fejeződni, vagy be fognak fejeződni. Tehát, hogy most ezek a milliárd, félmilliárd eurós dolgok drágák-e vagy sem, tessék mindenkinek saját magának eldönteni. És a nyitólap, egy kicsit feliratozva immáron és a nevem nélkül,
Ugye a négy misszió, a Tesz, Keops, Plátó és Ariel. Minél távolabb nézünk a jövőbe, annál bizonytalanabbul definiált, hogy pontosan így fog-e kinézni, pontosan így fog-e kinézni, most meg nem fog pontosan így kinézni, mert nem lesz rajta ez a zöld, meg a kék, meg a piros nyíl. Tehát kapásból tudok mondani különbséget, ami nem így fog majd kinézni. Ezeket szeretném a következő szűk egy órában átnézni, ami azt jelenti, hogy elvileg missziónként 15 perc, de nem lesz pontosan ilyen az időbeli megosztás, mert ami közelebb van időben, az már jobban ki van találva. Arról jobban lehet, szebben lehet mesélni. Ugye 18 első felében indul a TESZ, ugye ez mindegyik betűszó, ocsmányabbnál ocsmányabb betűszó, mindegyik. Ugye a TESZ az a Transiting Exoplanet Survey Satellite nevű valami. Ennek a célja fényes csillagok megmérése a teljes égbolton 2 év alatt. A fényes, itt ebben az esetben úgy kell érteni, hogy úgy nagyjából 10 magnitudó és fényesebb. Tehát minden, ami szabad szemmel, minden, ami benne van a SAO katalógusban, minden, ami benne van a HD katalógusban, mondjuk inkább. Minden, ami benne van az uranometriában, talán ez a legjobb. Tehát a teljes uranometria megmérése, ha úgy tetszik, északi és déli kötet egyaránt, összesen 2 év futamidőre van tervezve, de már most lehet tudni, hogy egy nagyon furmányos és okos pályára fog kerülni, szerintem ezt majd le fogjuk tekerni, mert mindjárt leég a fenekem. És ez nem biztos, hogy bárkit érdekel rajtam kívül, de én nagyon szenvednék, hogyha ez bekövetkezne. És az még csak egy dolog, hogy a tegnapi napsorán a gyermekemmel 2 végbélkúpot kellett benyomni, de még ha az enyém is leég, akkor az már a... mindegy. Tehát, na, szóval helyek, amire leég, tehát nem tudom, hogy akartam mondani, de így látszik, hogy már elvonja a figyelmemet a leégő fenék. Tehát ugye fényes csillagok 10 magnitudónál, na igen, igen, és már most lehet tudni, megvan a gondolat, már most lehet tudni, hogy egy okos, furmányos pályára fog kerülni ez a TESZ műhold, a Föld-Hold rendszerben egy spéci rezonáns pályára, aminek a föntartására az ég adta világon semmi üzemanyagra nem lesz szükség, ergo akár benne van a rendszerben, hogy 20 évig is el fog működgetni. Tehát most 2 év, és aztán attól függően, hogy kinek lesz pénze, esetleg egy keleti diktátor 5 év múlva ad rá még, mit tudom én, hány millió eurót, vagy forintot, vagy milliárd forintot, hogy működtessük, attól függően akár még a 2030-as évek végéig is simán elműködgethet. De most, amiről beszélek, az a jelenlegi, ami tuti biztos finanszírozott futamidő, és az arra vonatkozó tervek. Ugye a TESZ kisműhold összesen 4 darab 10,5 centis távcső, nevezhetjük távcsőnek is, valójában egy kicsit nagyobb teleobjektívek ezek. Ezek fognak működni a fedélzeten, és egyszerre az teljes égboltnak az 1/24 részét fogja rögzíteni. Tehát 4 kamera egymás mellett 24x96 fokos látómezőbe. Hát nem tudom, hogy ez úgy gondol bele, hogy ez mekkora, de ez bazi nagy. Tehát lényegében a ekliptikai pólustól le az ekliptikáig. Leér meg még egy kicsit túl a póluson, és majdnem le az ekliptikáig. Ami a célja ennek a dolognak, hogy milyen kis távcsövek, fényes csillagok, ezért aztán fényes csillagok sem fognak úgy beégni, mint mondjuk a Kepler. Na, csak beszéltem a Keplerről is. Mondjuk a nagyobb űrtávcsöveknél, ahogy beégnek a halványabb csillagok, és így ezeknél a kisebbeknél nem fog beégni, és mivel pici műszer, könnyen megvalósítani a nagy látómezőt, pici lencsés teleobjektívek lényegében. És a cél az a rövid periódusú fedési exobolygók tranzitjainak a felfedezése. Egy adott pozícióra 27 napig fog meredni. Tehát nem fog 27 naposnál hosszabb periódusokat legalábbis az égbolt nagy részén felfedezni, de azért lesznek olyan égtöltek, ahol akár az éves periódusú dolgok is kijöhetnek. Mivel az egész égboltot, valamilyen szinten az egész égboltot, vagy legalábbis nagyon nagy égtöltet le fog fedni a TESZ, ezért nagyon sok járulékos tudomány is lesz. Tehát egy 24x96 fokos látómezőbe 2 perces idő fölbontással látunk mindent egy hónapon keresztül megszakítás nélkül. Abba lesznek kisbolygók, szupernovák, gamma burstök, gravitációs hullám, optikai fénylések, UFO háborúk, meg fölrobbanó, interstelláris dolgok, minden, ami az égen van, abba a szeletbe, ahogy majd mindjárt lehet látni, hogy van az a szelet, azt látni fogjuk. Tehát a TESZ-szel nagyon sok járulékos tudomány lesz, válik lehetővé. Ez egy NASA misszió, ez egy dolog, amit nem mindenki tud, én is nagyon sokáig nem tudtam,
Ugye a NASA és az ESA, Amerikai űrkutatási iroda, vagy hivatal és az Európai űrügynökség között az az egyik fő különbség, hogy a NASA az tulajdonképpen egy ilyen funding agency-ként működik. Tehát ők adják a pénzt és csináljátok meg. Az ESA az ad valamennyi pénzt, és ő akarja megcsinálni a munkának egy nagy részét, és belepofázik mindenbe. Ezért aztán a NASA projektek azok jellemzően fel annyiba kerülnek, és harmadannyi idő alatt megvannak. Ez csak egy kis elvtársi kritika az ESA vonalon. Lényeg az, hogy ez egy NASA misszió, a vezető kutatója, ugye a Primary Investigator, a PI, az George Ricker az MIT-ről, Bostonból, Fűrész Gábor közvetlen főnöke egyébként. Már itt előre vetítem a magyar vonatkozásokat. Ugye a fedési exobolygók tranzitjai, ezeket a diagramokat rettenetesen sokszor láttuk az évek során, tényleg csak emlékeztető a videóarchívum kedvéért, ha valaki outsider nézné meg ezt az időjárást, előadást. Ugye megy a csillag, körülötte megy a bolygó, amikor a bolygó bevonul a csillag elé, akkor nagyon picit lecsökken a fényesség, annak megfelelően, hogy a bolygókorong hanyad része a csillagkorong felületének. Ugye egy naptípusú csillagnál egy Jupiter fényesség csökkentő hatása az 1%, egy naptípusú csillagnál egy földméretű bolygónak a fényesség csökkentő hatása az 1%. Ugye ezek űrbéli pontosságot, főleg az utóbbiak, ezek űrbéli pontosságot igénylő mérések, és mivel előrejelezhetetlen, hogy mikor történnek ezek a tranzitok, ezek a fényességcsökkenések, ezért aztán a földi nappalok és éjszakák változásai által megszakított mérésorozatok nem igazán alkalmasak, az űrben folyamatosan mérve viszont elkaphatjuk az adott esetben csak pár órán keresztül tartó tranzitokat. A teszt célja fedési exobolygók felfedezése. Felfedezése. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy a felfedezés a cél. Mindenféle értelmes és értelmetlen infografikákat talál az ember a TESS műholdról, amik úgy nagyjából összefoglalják, hogy mi is ez az egész. Ez egy ilyen, ezen az asztalon így elférne. Ugye maga a négy távcső, a 10 centis optikákkal azok itt találhatók, vannak napelemtáblák, van még a eredeti pályamódosításokhoz mindenféle fúvókák, meg van is valamennyi tartály, de igazából ugye vannak ezek a reaction wheel-ek, ezekkel fog majd forgolódni, hogyha nagyon muszáj. Az alap gondolata az az, hogy egy meglehetősen bonyolult, vagy hát nem annyira, nekem teljesen outsiderként bonyolultnak tűnő útvonalon jut el egy erősen excentrikus pályáig. Ugye itt indul, aztán nő, aztán a hold mellett el fog repülni, és akkor a legvégén ki fog alakulni ez a pálya, ami földközelben valamennyire van, földtávolban valamennyire van, nem tudom a számokat, de titeket se érdekel szerintem, tehát egy elég erősen elnyúlt pálya, és a holddal valami 1-2 rezonanciában van. Tehát a keringési ideje az nagyjából éppen valahogy úgy a hold keringési idejével ilyen kis egész számú arányban van, tehát 1-2 vagy valami ilyesmi, vagy ahhoz közeli. És a lényeg, ami lényeg, hogy olyan rezonanciát találtak ehhez a pályához, hogy a holdat soha többet nem fogja még csak megközelíteni se, hanem hogy valahogy pont úgy végig szánkázik a Föld-hold gravitációs terébe egy ilyen valamilyen érdekes pályán. Igazából a TESS-nél a legfontosabb innováció, amit egész az utolsó pillanatig titkoltak, a kompetitor, tehát versenytárs projektek elő, az, hogy milyen pályán is fog menni. De lényeg az, hogy az idő nagy részében azért elnyúlt, hogy az idő nagy részében a Földtől távol legyen, ezért aztán a Föld ne világítson bele a távcsövekbe, tehát a source fény az minimális legyen. Elindul a Földtől, eltávolodik, elmessze-messze, itt megy az adatgyűjtés, aztán ugyanezt megcsinál még egyszer, és akkor a két keringés után lesugározza a 27 nap folyamatosan gyűjtött adatokat a Föld felszínére. Az, hogy hogy néznek ki a kamerák, így szépen egymás mellé téve, ez a négy darab 10 centis lencsés kamerának a árnyékvetői, hogy az egész még körbe van védve, hogy a source fény az ne jusson be az optikákba, és akkor maga a platform, a kommunikációs antenna, illetve a napelem táblák, amik úgy szolgáltatják az áramforrást. Lencsés eszközök, tehát sima, egyszerű, több lencsés teleobjektívek, ha úgy tetszik. Ugye ezek itt a fénycsapda, hogy ne menjen be a source fény, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab lencse van a fényútban, és aztán egy CCD mozaik a fókussíkban. Ugye nyilván kell a sok lencse, hogy ne legyen görbült a nagy látómezőnek a fókussíkban a képe.
105 mm az apertúra, és egy ilyen eszköznek 24x24 fokos a látómezeje. Ami azt jelenti, hogy ilyen tipikusan az egy pixel, az a 15-20 ív másodperc, valójában lesz hamarosan a szám, nagyságrendjébe esik. Mint egy tipikus teleobjektíves CCD kamerás fölvétel innen a földről. Maga a CCD, ez egy ilyen 4x4-es mozaik, ott a embernek a keze, az egy normál méretű ember, tehát lehet sejteni, ez egy ilyen tényleg kézbe vehető valami, és ez fogja majd gyűjteni a képeket. Ugye a négy kamera egymás mellett van így szépen elhelyezve, szépen felszerelve, nyilván ez még csak egy műszaki rajz, de például a platformnak, a ipari vállalkozónak a összeállítása, itt lehet látni, a platform összerakva. Ugye most már minden ott van a kilövésre készül, tehát nagyon tavaly év során már össze lett rakva az egész hóbelevanc. Utolsó pillanatban tavaly nyáron még voltak problémák, hogy a fókusz elmászott, és akkor kellett nézni azt, hogy mi az Isten történik, akkor kiderült, hogy a lencsék ragasztásánál volt valami, aminek a hőtágulását nem vették rendesen figyelembe. Tehát vannak ilyen nyalánságok, amik történnek, de lényeg, hogy mára össze van állítva az egész, és várják az indítást, ami most a korábbi márciusi, tehát jövő hónapban történt volna az indítás, még decemberben úgy, sőt, még múlt hétfőn úgy tudtuk, hogy márciusban fog indulni, ez most elcsúszott még egy hónappal, nyilván van rá valami magyarázat, az űrprogramok azok már csak ilyenek. Ugye a lényeg az, hogy az ekliptikához van alap első körben, az első két évben a fölmért terület rögzítve, arról világít a nap, ugye attól valahogy elfelé nézünk, és a négy kamera, 1, 2, 3, 4 elindul az ekliptika síkjától, fölfelé 24, 24, 24, 24, ugye itt van az ekliptikának a pólusa, és még azon túl is megyünk. És a modell az az, hogy szépen körbe megy 27 naponként, legyen havonként, és egy év alatt lefedi az egy teljes égi félgömböt. Tehát egy év alatt megvan az első, mondjuk délről fog indulni, tehát először meg lesz a déli, ekliptikai déli félgömb, egy év alatt, aztán átfordul az egész kóceráj, és akkor az északi éggömböt fogja szépen letapogatni, tehát egy-egy ilyen szeletben, egy-egy ilyen szektorban lesz lefedve. Aztán persze mindenféle vad gondolat van, hogy aztán harmadik évtől hogyan mondjuk adott esetben az ekliptikát végigmérni, hiszen a jelenlegi Kepler K2 az ekliptika felé néz, ezt majd meglátjuk. Ja, megnézzük azt, hogy ez a kamera mit tud csinálni, tehát 24x24 fok az egy kamera, a teljes kombinált látom ez a 24x96 fok, ami 3200 négyzetfok. Az egész égboltnak, ha belegondolunk, hogy 40 valahány ezer négyzetfok, olyan 15-16 része körülbelül. Ugye F1 a 4-es, tehát nagyon nagy a fényerejű a rendszer, és hát egy ilyen szűrő nélküli szerű 600-1000 nanométerig érzékenységű tartományt fog lefedni a detektor. Ugye annak megfelelően, hogy az ekliptika az van az egész megfigyelési szektor rendszer rendelve, ahogy elfordul havonta egy picikét, ahogy az egész kóceráj a földhold rendszer megy a nap körül, természetes módon adódik, hogy lesznek átfedő régiók. Ez egy nagy véres szem. Ez tavaly nyáron, a Birminghami TASK konferencián többször megmutatták, hogy mindig, jaj, mi ez a véres szem. Tehát ez a nagy véres szem, ez azt mutatja, hogy az ekliptikai koordináta rendszerben mely területek milyen hosszú ideig lesznek észlelve. Ugye a világos kékek azok 27 nap, cső. Ott történik valami 27 napon belül, vagy látjuk, vagy nem, ha látjuk, örülünk, ha nem látjuk, akkor nem bánkódunk, mert nem tudjuk, hogy nem látjuk. Na de, ha följebb menjünk az ekliptika pólusa felé, már a szomszédos szektorok átfednek, ott már kapásból 54 napos idősorok előállhatnak. Először az egyik kamerával, aztán odáfordul, aztán másik látómezőből. Aztán megyünk még feljebb, ahogy húzódnak össze az éggömbön a hosszúságok mentén, vagy szélesége felé, főfelé haladva húzódnak össze a hosszúsági körök, ugye jönnek 81 napos szegmensek, lesznek 108 napos szegmensek, 189 napos szegmensek, és a leghosszabbak ugye egy év körbe az ekliptikai pólus környékén. NGC 6543 planetáris ködre, mert mindenki tudja, hogy ott van az ekliptika pólusát egy fokra, ugye távcső világába megíródott már évtizedekkel ezelőtt. Tehát az ekliptika pólus környékén egy elég jelentős méretű területen egész egy évig folyamatos, megszakításmentes adatgyűjtés fog
történik. Tehát itt, hogyha mondjuk van 2-3 hónapos periódusú fedésileg ez a bolygó, az is ki fog jönni. Még a 6 hónapos bú is egy, meg még egy, és aztán káromkodunk, hogy na meg miért nem látjuk a többit is. Na most, hogy mi történik? Ugye a CCD-k azok 2 másodperces időnként fognak exponálni, ezekből összeállnak kiválasztott célpontokra ilyen kis pici bélyegképek, 2 perces expozíciós bélyegképek, amik mind le lesznek szépen külön-külön mentve. Egy-egy keringés során 15 ezer csillagról lesznek ilyen előre kiválasztott pozíciókról kimérve a bélyegképek. Emellett, ami miatt begerjed legtöbb mondjuk tranziens csillagász a teszt kapcsán, 30 percenként le lesz mentve egy teljes látómező. Ugye egy óra, egy napban van 24 óra, a 30 perc az megvan 48 szó egy nap, az 27-tel beszorozok, akkor eljutunk egy ilyen ezres számig. Tehát egy hónapon keresztül 1000 darab felvétel folyamatosan egyen közű idő mintavételezéssel lesz erről a teljes 1/16 ég szegmensről. Azon minden rajta lesz. És hát 10 centis távcső félórás integrációval azért ki lehet találni, hogy a határmagnitudó, a detektálási határmagnitudó az ott a 20 környékén lesz. De használható fotometria, használható pozíciómérés lesz simán 16-17 magnitudóig. Minden, ami az égen abban a szektorban látszik, mozog, villog, halványodik, integet, mit tudom én mi, az ott lesz a TESZ adataiban. Megnézzük, hogy a CCD az mit érzékel 600-1000 nanométerig, ez jelentősen vörösebb szekció, mint amit a Kepler látott a csillagokból, itt ugye hullámhossz van, itt az áteresztő képesség. Ugye a Kepler az a naphoz hasonló G-törpe csillagokra volt optimalizálva, a TESZ-nél azért is mentek el a vörösebb felé, hogy az M-törpékre érzékenyebb legyen. Tehát relatíve jobban fogja érezni, úgy, vagy jobban fogja, képesebb lesz mérni vörös törpéknek a bolygó detektálásait, mint mondjuk a Kepler volt képes. Persze cserébe csak 10 centis apertúrával. Ez az én telefonom. Ez az enyém. Nem, az a tiéd. Egyes. Mindenki kapcsolja ki a szarait. Én is elfelejtettem. Na, tehát a lényeg, ami lényeg, hogy a TESZ-től nagyon sokat várunk, és hát ha összehasonlítjuk, hát na, bocsánat, csak beszéljük a Keplerről, ha megnézzük azt, hogy a Kepler mit mért föl egy ilyen kúp mentén, nagyjából egy 3000 fényéves távolságig a teljes égboltnak a 0,25%-át. Jó, szép, örülünk neki, kalapáccsal szétverem. A világos kék, jó, az enyémet is szét fogom egyébként. A TESZ ezzel szemben nem nézel olyan messzire, hanem teljes égbolt fölmérést csinál 200 fényéves távolságon belül. Tehát minden, ami 200 fényéven belül van, és kellene rövid a periódusa, az a TESZ-ből látszani fog. Volt róla szó, ugye ezek után föl lehet tenni a kérdés, hogy miért a Kepler valósult meg először, és miért nem a TESZ? Ez teljesen reális kérdés. Igazából a történelmi helyzet ezt hozta. Valójában lett volna a ráció, hogy azt mondja, először nézzük meg a közeli csillagokat. Igazából a Kepler sikerei kellettek ahhoz, hogy a TESZ-t elfogadják. A TESZ elfogadása nem biztos, hogy hozta volna a Keplert. Szóval egy nagyon érdekes történelmi hasonlóságok. Egy fotó rajta mindenféle ismerős arccal, két nagyobbik gyermekem is integet rajta. Akik ezen a képen érdekesek, az ugye John Zicker az MIT-ről, hogy a TESZ PI, kedves felesége ott mellette hátoldal, és az nem a könyves Tóth Réka, hanem mellette az idősebb hölgy, illetve Pál András, akit kiemelek erről a fotóról. Tavaly nyáron itt járt nálunk George Ricker, a TESZ PI, és aztán a Schwab-hegyi bajai halászcsárda, vagy mi a franc van, ott oda vittük el ebédelni, egy nagyon szép munka ebédre. Előtte értekeztünk arról, hogy az intézet hogyan tud bedolgozni a TESZ-be. És hát a TESZ magyar vonatkozásai, azok jelentősek. Ugye, amire szerintem a legbüszkébbek vagyunk, vagy hát én személy szerint a legbüszkébb vagyok, az Pál Andrásnak a bevonása a TESZ-be. Ugye ő nálunk dolgozik a Akadémia Csillagászati Intézetében, aki az adatelemző szoftver fejlesztésében fog, már eddig is dolgozott, és fog egész konkrétan ott az indítás környékén dolgozni.
Ugye azt kell tudni, hogy a Andrisnak a légyszemkamerája, ami egy ilyen teleobjektíves mozaik, ami az egész eget lefedi, az gyakorlatilag pontosan olyan, ugyanolyan optika és CCD és képmező, meg látómező, meg pixelméret, meg minden, mint a teszt kamera. Tehát nagyon-nagyon hasonló, majdnem ekvivalensek, vagy majdnem identikusak. És hát ami a szoftverrendszert eddig az Andris fejlesztett a légyszemkamerához, az szinte egy az egyben adoptálható volt a TESS számára. Most a TESS-nek az adatairól azt kell tudni, hogy az MIT-nek a saját belső hálózatán lesz először elérhető. Tehát nem fog kikerülni az internetre. Lejön a távcsőrű, és a MIT-nek van saját globális hálózata, adathálózata, és hát az első 3 hónapban, amíg elindul a működés, Andrisnak ott kell lennie Bostonban, az MIT-n, mert hogy be kell menni abba a terembe, ahol van az a számítógép, ahol hozzá tud férni a TESS friss adataihoz, hogy finom hangolja az adatredukáló szoftvert. Tehát ő készül arra, most márciusban ment volna 3 hónapra, most valószínűleg áprilisban fog menni 3 vagy 4 hónapra ki Bostonba, hogy a TESS legvégső adat pipeline-ját, adatelemző szoftverét finomítsa, hogy a lehető legoptimálisabb fénygörbéket szülje meg a rendszer. Ez egy nagyon fontos feladat, remélem mindenki érzi. Lejön a nagy CCD, lejön a sok CCD kép, és kérnek vele időfüggvényében a számok. Ezt az Andris szoftverje fogja megcsinálni. Az Andris döntő, jelentős hozzájárulásával megírt szoftver. Nagyon sokan dolgoznak egy ilyen. Aztán a TESS-hez van egyéb kapcsolódás is, ugye az Astroseismológus Konzorcium, a TESS Astroseismic Science Consortium, TASC. Ugye ennek az a feladata, hogy az asztroszeizmológián a csillagok rezgésein keresztül vizsgálja exobolygók központi csillagait, illetve általában véve a stelláris asztrofizikát. Itt néhány nevet soroltam fel az intézetünkből, Szabó Róbert egy TASZ munkacsoportvezető, a többiek mindenféle egyéb alcsoportok, meg mindenféle egyéb kontribútorok a TASZ-kon belül, tehát a TESZ asztroszeizmológiai konzorciumon belül, ugye Molnár László, Plahi Emese, Bognár Zsófia az intézetünkből, Derekas Aliz az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatóriumból, és pont, lényegében akik az elmúlt években kezdték először a koróval, aztán mentek a Keplerre, most a Bright-tal is dolgozgatnak, meg a MOST-tal, azoknak a következő logikus eszköze, amit fognak használni, az a TESZ lesz. Ugye külhoni magyar vonatkozások is mindenképpen megemlítendők, ugye Bakos Gáspár, aki a Princetoni Egyetemnek a asztrofizika professzora, ugye a TESZ definiálásban kezdettől fogva benne volt. Most, mikor ittam a kávét, az előadás előtt 8 perccel jött az e-mail az első ciklus TESZ észlelésben elfogadott projektekről, és Bakos Gáspárnak ott vannak a HET hálózat által felfedezett exobolygó jelöltek, amelyeknek a fotometriáját a TESZ-re elfogadták. Tehát ő mindmáig részt vesz a TESZ programjának a definiálásába. Fűrész Gábor, aki ugye Szegeden volt annak idején nekem is a diákom, hallgatóm, ő a műszerfejlesztésnek egy ilyen szenior alakja. Meg nem mondom a pontos beosztását, de az biztos, hogy az ő munkája nélkül nem lenne TESZ abban a formában, ahogy most van. Tehát magyarul a TESZ az mindenki ugrásra készen várja, mit fog szolgáltatni. Mindösszesen 4 darab 10 centis távcső, ami majd a fényes csillagokat fogja fotometrálni, és még mellette fél óránként a teljes ég 16. részét lelövi nekünk. De az év második felében azért lesz más is. Nem tudni pontosan, hogy mikor, és akkor itt most beúszunk a NASA-ból, vagy kiúszunk a NASA-tóból, és beúszunk a ÉZA kacsaúsztatóba, vagy inkább kiúszunk a NASA óceánjáról az ÉZA-nak a földközi tengerére, hogy az Európai űrügynökségnek a munkájában fogunk innentől kezdve vájkálni. Ugye a KEOPS egy, hát nem is tudom, megerőszakolt betűszó, ugye Characterizing Exoplanet Satellite, ebből a CH-t, az EOP-t, meg az S-t kellett kiemelni, hogy összeálljon a KEOPS. Így ránézésre nyugodtan lehetett volna, mit tudom én, cacas, és akkor kakas. Tehát mit tudom én. Tehát sok mindent ki lehetett volna egy sorrendbe emelni ebből a betűszóból, vagy ebből a szavakból. Tehát a KEOPS-ot emelték ki a svájci kollégák. Ennek az űrtávcsőnek, ami egy darab 33 cm-es Ricci Krétjén teleszkóp,
szűrő nélküli CCD kamerával nem a felfedezés a fő célja. Tehát nem fog keresni exobolygókat. Nem fog keresni. Tehát nem felfedezés. Az előbb a tesztnél felfedezés, felfedezés, felfedezés. A Keopsnál jellemzés, jellemzés, jellemzés. Ugye ismert exobolygós fényes csillagok, ahol a fényes itt kicsit mást jelent, a 12 magnitudónál fényesebb csillagokra, követő mérésekre egy dedikált űrtávcső. Az ott nem tudom, hogy miért maradt itt, ezt elfelejtettem kitörölni, mert ez itt a tesznek a célja. A sok járulékos tudomány, ezt is ott felejtettem, mert lesznek tárgyá, de ez a két sor, ezt bent felejtettem, amikor átmásoltam a tesznek az oldalát. És ez ugye az ESA-nak az első small missionje, ez az 50 millió eurós picike, icike-picike missziócska, inciri-pinciri teleszkópicskú materino, mindegy, aminek a PI-ja, a vezető kutatója Willy Benz, a Bernie Egyetem bolygókeletkezés modellezéssel foglalkozó asztrofizika professzora. A dologban már ez is egy kicsit érdekes, egy elméleti ember, aki soha életében nem fotometrát, szerintem még egy algolt sem vezeti egy komplett űrtávcsőnek a programját. Ugye ebben a partner intézetek összesen 11 országból álltak össze, ugye piros, fehér, zöld, ez a magyar föld, ez mi vagyunk, ugye a Csillagászati Intézet, illetve az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatóriuma, egy darab dedikált 33 cm-es ricsikrétjén, tehát egy kis kompakt tömzsi dolog, ami fog majd nem olyan pályán keringeni, mint a TESZ, hanem egy teljesen átlagos, alacsony földkörű pályán. Ezt a videót korábban már mondjuk vetítettem, de lehet róla beszélni, és akkor nagyon örülünk. Tehát kinyílik, szétnyílik, és akkor valahogy ez így emlékeztet egy ilyen egyiptomi tisztségviselőre. Alacsony Terminátor fölött, folyamatosan a Terminátor fölött keringő pályán fog mérni, és ami benne újszerű valójában, hogy a Keops az lényegében bárhova oda tud nézni az égen. Nyilván napra nem, meg a holdra nem, meg a földre sem, de elvileg szinte teljesen megkötöttségek nélküli, hogy hova néz. Tehát igen nagy területet be tud fogni egy-egy észlelés időszakba. Ezt a hűtő radiátor elemet, ezt Miskolcon gyártották. Még ezen persze nem látszik. De a lényeg az, hogy a Keops az 12-ben lett elfogadva, és akkor az volt az állítás, hogy azért small mission, mert hogy kevés pénzbe kerül, és azért kerül kevés pénz, mert hogy már létező eszközöket kell beleépíteni, tehát kezdetű fogva azóta a modell, hogy lényegében egy ilyen legószerűen összerakható űrdolog legyen, ezért kezdetben az volt az állítás, hogy 5 éven belül el kell, hogy készüljön. 12 plusz 5, az 17, most a naptára nézek, és 18 van, és azt látom, hogy nem sikerült 5 év alatt összerakni és elindítani. Hát ez egy ilyen dolog. Tehát ez nem mindig sikerül. Tehát itt ugye bárhol az égen 12 és fél magnitud, ezt aztán levittük, vagy fölvittük 12 magnitudóra, 400-tól 1100 nanométerig mindent, 33 cm-es távcső, olyan 620 és 800 km magasságban fog majd keringeni, és 3,5 évig fog működni. Tehát a 19, 20, 21, 22 közepéig működhet ez a dolog az eredeti terveknek megfelelően. Csak hogy elképzeljük, hogy ez mit is jelent, tehát valójában, hogyha eredetileg nézzük, akkor 48 kiló, hogyha 20% margin, tehát egy plusz ráhágyást adunk, akkor mondjuk olyan 58 kiló mindennel együtt. Az nem sok, a feleségem épp annyi. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy feleség csak a földkörű pályára állítva, és más elrendezésben más alapanyagok. De végül is őt is kiküldhetném, és akkor ő, na mindegy. Kicsit át kéne rendezni az atomjait. Tehát egy 58 kilós valami, nem egy olyan nagy valami igazából. Ezt akarom csak mondani, ezt még ez az asztal se omlana össze, mert ilyen asztalokon szoktak részegen táncolni, és nem dől össze, tehát egy 58 kilós eszköz vélhetően elvisel. Ebből az 48 kilóból 1,2 kiló, ez az, amire mindig elmondom büszkén, hogy van ipari partner, a Miskolci Admatis Kft. Gyártotta le azt a vasat, ami lehűti a CCD fókussíkját. Ez a szállt ezt is mutatja. Partnerek, csupa Nyugat-Európa, Kelet-Európából egyedül mi vagyunk, illetve az Admatis Kft. És ez a 210x530 mm-es
spéci elrendezésű, spéci alapanyagból készülő elem az, amit a miskolciak gyártottak le. Ugye ez is egy, ezt a részt már párszor említettem, hogy ugye az űrben a hűtés az nem megy propellerre, mert rárakhatok oda egy propeller, de nincs levegő, úgyhogy pöröket az az ítélet napja, de hűteni nem fog, csak fűteni. Tehát ha valamilyen elektronika termel hőt, akkor az hozzá kell érni, és hővezetésre el kell vonzani, és aztán kisugározni az űrszondán kívüli térrészbe. Tehát ott a hő elvezetés az így történik. Ez a hűtő radiátor, ez ezt jelenti ebben az esetben. Az a dolog, ami hozzáér, és elviszi ki, ugye a passzív radiátor. Ugye nálunk vannak mindenféle érdekes tudományos állítások, hát majd meglátjuk, hogy az hogy fog működni. De hogy miért van szükség egy ilyen követő távcsőre, követő misszióra, mint amilyen a Keops? Ha megnézzük egy kicsikét, hogy hol vannak a jelenleg ismert exobolygók, a mi naprendszerünk nem exobolygói, hanem bolygói, akkor jól lehet látni azt, hogy igazából, elnézést a fogalmazás, kurvára nincs semmi közük egymáshoz. Ez itt a vízszintes tengén a csillagtól mért távolság, a függőleges tengén a bolygóknak a tömege látható, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ehhez képest a fedési exobolygók, a Doppler mérésekkel felfedezett Doppler bolygók teljesen más tartományt népesítenek be. Tehát a jelenleg ismert, úgymond exobolygóknak halványilag őzük nincsen. Vagy halványilag kapcsolatuk nincs igazán. Jó, bolygók, bolygók, igen. Csillag, csillag. Ember, ember. De hát vigyem haza, mit tudom én, Cunyi Erzsé... Mi is a neve annak a Cunyi nének? Az a fideszes politikus nő. Tehát lecseréljem a feleségemet, azért mert ember, ember, nő, nő. Tehát nem, azért van különbség, tehát vannak azért karakterek. Hogy hívták a Cunyiné Bertalan Judit, tehát cseréljem el a Cunyiné Bertalan Juditra a Turtocki Tímert. Tehát nyilván nem fogom elcserélni, sok ok miatt. Tehát attól még, hogy bolygó, bolygó, azért még az nem ugyanaz. Tehát nyilván, te engem ez sem biztos, hogy valami, na mindegy, ne jönjünk mélyebben bele. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy ezek még nagyon nem olyanok. Tehát a bolygóknak a szerkezete, fejlődése, kialakulása, hogy ezek hogy az Istenben jöttek létre, ez még egyáltalán nem megoldott és tankönyvi kérdés. Egy másik diagram is szintén mutatja azt, hogy mennyire különbözőek a jelenleg ismert exobolygók, az ez. Hát itt van rajta még Hold, Titán, Io, Callisto, Ganymedes, Merkur, Mars, Merkur, Vénusz, Föld, Mars. Hát ott a Jupiter, ezek úgy nagyjából már beleillenek. Itt azt látjuk, hogy a bolygóknak a tömege és a bolygóknak a sugara milyen eloszlást mutat. Ugye van valami összefüggés, a nagyobbak jobbra főfelé vannak, a kisebbek balra lefelé, de egy valódi exobolygó rendszernél a pontos helyzet és a pontos szerkezetnek a kapcsolata az nagyon nem triviális. Nem tudom, milyen ábra jön a következő, ezt át is ugranám, és inkább ideugranék, és megmutatnám ezt. Jelenleg a legpontatlanabbul ismert adat, az a fedési exobolygók esetében a tömeg. De hasonlóan pontatlanul ismert valójában még a sugár is. Tehát ugye a fedési exobolygók azok a rendszerek, amire mind a tömeg, mind a méret, a sugár meghatározható. Tehát kapásul csak a fedésiekre határozható meg egyértelműen mind a kettő adat. De itt vannak ilyen elméleti görbék fölrajzolva. Ez a legalsó, ez egy vasgömb. A legfelső a kék, ez egy vízgömb. A kettő között van mindenféle. Van itt egy óceánbolygó, ez egy víz meg jég, ez itt egy színtiszta óceánbolygó, ez a folytonos piros, ez egy szilikát gömb. Tehát egy olyan bolygónak a tömeg-sugár, olyan elméleti bolygómodellnek a tömeg-sugár összefüggés, ami színtiszta 100% szilikátokból áll. Egy földhöz hasonló összetétel esetén ez a kapcsolat, a tömeg és a sugár között. És a Merkurhoz hasonló, ez meg a szaggatott fekete vonal. Jól lehet látni, hogy a jelenlegi hiba határok, főleg a tömegben, de a sugárban is, eszméletlenül széles tartományt megengednek. Amikor azt mondjuk, hogy a
Trappist egynél kettő bolygó is lakható. Most mondom ilyen túlzottan nagyképű hangsúlyjal. Ugye erről szólt a legutóbbi sajtóhisztériánk a Amy Barr, Dobos Vera és Kis László cikkről. Akkor igazából halványilag őzünk nincs, hogy mi van a valóságban. Mert ahhoz, hogy megszorítsuk a bolygók, tehát megmondjuk azt, hogy a bolygónak ténylegesen egy vasgömb vagy földhöz hasonló, ahhoz ezeket a hiba határokat lekövinni tized részére. És a jelenlegi eszközeink, ezek erre nem alkalmasak. A Keops sem lesz erre alkalmas, de egy fontos lépés lesz ebbe az irányba. A Keopsnak a fő elsődleges célja a sugárbeli bizonytalanságot csökkentni. Ez jól lehet látni a Kepler 20 esetében. Gyakorlatilag egy földhöz hasonló elér a hiba határ egészen egy óceán bolygóig. És hát azért a Föld az nem egy óceán bolygó. Az óceán bolygót úgy értem, hogy szintiszta vízből van, és hullámzik a tenger, párzanak benne a bálnák, ugrálnak a delfinek, a cápák pedig megeszik a kis bálnákat. Tehát ez egy óceán bolygó, ez teljesen más, mint amilyen a mi Földünk. Itt a lényeg, ami lényeg, hogy a hiba határokat csökkenteni kell, ehhez a Keops minden korábbinál pontosabb tranzitméréseket tervez végezni, emellett pedig ügyes, furmányos módszerekkel azért a tömegmérést is szeretnénk pontosítani. Ha van több bolygó, egymást rángatja, akkor azokból lehet tömegeket pontosítani. Unalmas számok, ezeket szerintem át is ugranám, bár azt mondanám, hogy itt a Keops és a TESS van összehasonlítva, magnitudótal hasonlók. Igazából a Keopsnál a fő üzenet, hogy a TESS által felfedezett bolygók, azok kiváló Keops célpontok lesznek. A TESS felfedezi, mi a Keops-szal megmérjük. És akkor örülünk, kéz a kézben haladunk a nagy tudomány felé. Aki még nem látott 33 centis távcsőt, az menjen ki, azt nézze meg azt a 35 centis dobzont itt az előttél, 35-ös, 30 centis? 40, de ez még kisebb is. Tehát, aki még nem látott 33 centis távcsőt, menjen ki az előtérbe, vagy nézzen rá erre a képre. Három nagyon boldog ember, ezt onnan lehet kitalálni, hogy a szemük úgy ráncosodik, mint amikor mosolyog valaki. Nyilván nem látjuk a szájukat, hiszen egy tiszta laborban vannak, ahol nem lehet megkockáztatni, hogy letüsszentse valaki a drága optikát és elektronikát, de a szemük ráncaiból arra következtetek, hogy nagyon boldogok. Ugye tavaly készült el a távcső, a Keops teleszkóp Bernben, a Berni Egyetemnek a tiszta laborában. Magyar vonatkozások. Ugye az ESA az egy bürokratikus szervezet, az ESA missziók is rendkívül bürokratikusan épülnek föl. A Tudományos Program Bizottság nevű dolog az, ami irányítja, hogy mi történik a Keopsba. Ebben van egy magyar tag, az én lennék. Ettől fontosabb, hogy van, ahol a tudomány is zajlik, az a Science Team, ahol nem bürokraták ülnek, hanem tudósok. Ebben a magyar képviselő a Szabó M. Gyula, a Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium Szombathely igazgatója. Aztán kapcsolódó munkatársaink is vannak ebbe a két intézetben. Dobos Fera, Bódi Attila, Derekas Alíz, Garai Zoltán, egy nevesítetlen MTL fiatalkutató, amik reményeink szerint hamarosan majd elindul, akik ténylegesen várjuk ugrásra készen, hogy a Keops adatok elinduljanak, Keops végezzen megfigyeléseket, méréseket. További magyar vonatkozása Simon Attila, aki a Berni Egyetemen volt először CX Fellow, aztán programfejlesztő technikus, aztán egy Keops Fellow, ilyen posztdoktori ösztöndíjas, a Keopsra optimalizálva, ő szoftverfejlesztés plusz tudománnyal foglalkozik. Illetve van egy ipari együttműködésünk, ugye a Miskolci Admat és Kft. De tényleg esetleg nagyon büszkék vagyunk ezekre a magyar vonatkozásokra a Keops kapcsán. És hát most adtunk be egy olyan pályázatot, egy NKFIH konzorciális pályázatot, ahol Gyulával összeálltunk egy 48 milliós 4 éves futamidői projektre, hát majd meglátjuk, hogy a bírálók hogyan ítélik meg, hogy tényleg mi akkora tudósok vagyunk-e. És aztán előrébb kell néznünk. 2026-27 az a következő, a Plato, Planetary Transits and Oscillations of Stars. Visszaugrunk oda, hogy fényes csillagok, itt megint más jelent az, hogy fényes, 4 és 16 magnitudó között vannak itt a fényes csillagok, nagy mintákra, hónapokig, akár évekig tartó folyamatos fotometria, 26 darab távcső. Nem egy, nem kettő, nem öt, nem 15, még mondhatnék 23 különböző számot,
hanem 26 darab kamera, egy darab platformon, ezek 12 centis lencsés távcsövek, tehát megint csak teleobjektívek, amelyek egyszerre észlelnek összesen 2232, nem 33, nem 31, 2232 négyzetfokot. Ennek a célja a Plátónak fedési egzobolygók tranzitjainak felfedezése és a központi csillagok jellemzése asztroszeizmológiával, hát nem véletlenül Planetary Transits and Oscillations of Stars. Ez az ESA-nak végül is az M3-as jelzésű medium, tehát közepes missziója, a PI, az Heike Rauer professzor asszony, a berlini DLR-nek a munkatársa. Ez egy német dominanciájú projekt. Az érv, hogy miért van szükség a 2020-as évek második felében felfedezésre, az a következő. Ha megnézzük, hogy jelenleg milyen fényességek, itt a vízszintes tengén a bolygó, exobolygós csillagnak a látszó fényessége van, itt van a nulla magnitudó, az az egy, ott az Aldebarán. És milyen halvány 20 magnitudó környéken, na jó, tehát vannak olyan halvány csillagnak is bolygói, hát igazán a TRAPPIST-1 az 18 magnis. Tehát ha megnézzük azt, hogy a Doppler bolygók látszó fényesség eloszlása milyen? Az ilyen. A fedési exobolygók látszó fény, fedési exobolygós csillagok látszó fényesség eloszlása milyen? Az ilyen. Azt lehet látni, hogy a kettő bandának szinte semmi köze nincs egymáshoz. Egész más közeli fényes csillagokra van Doppler bolygó, tehát a reflex mozgásnak a detektálása, és ilyen halvány szírszarokra, már bocsánat a szakkifejezésért, vannak a detektálások a fedési exobolygókra. Nyilván a TESZ ide bele fog ide hányni egy nagyot, de ez most egy részletkérdés. Itt most a Plátó mellett érvelünk. Az állítás az, hogy nem ez a tartomány, ez a 4 és 16 magnitudó közötti tartomány, ez nincs még fölmérve. Valójában a TESZ sem fogja ezt fölmérni. A Kepler sem fogja már fölmérni, már csak azért is, mert hát most már csak az ekliptikát figyeli. De ettől komolyabb érvek is vannak arra, hogy miért szükséges még mindig egy felfedező bolygó. Itt kimondottan a Kepler, a TESS és a 24 kamerás plusz 2, tehát 24 kamerás Plátó van összehasonlítva. Kisméretű bolygók 150 napnál rövidebb keringési periódussal, hány várható a Plátótól, hányat ismerünk a Keplerből, hány várható a TESS-től. Jól lehet látni, a számok nagyon picik. Tehát sem a Kepler, sem a TESS nem fedezett föl, vagy nem fog felfedezni várhatóan ilyen viszonylag hosszabb periódusú kisméretű bolygókat. De még szerintem számra, tehát még meggyőzőbb érve az inkább az a jobboldali ábra, ha megnézzük azt, hogy naptípusú csillagok lakhatósági zónájában kisméretű bolygók. Tehát még egyszer, naphoz hasonló csillag, lakhatósági zóna, tehát ahol nem túl meleg, nem túl hideg, hajó a légkör, akkor folyik a víz, és akkor jönnek a taknyos egysejtűek, meg soksejtűek. Tehát lakhatósági zónába kisméretű, tehát nem gigantikus felszíni gravitáció, ahol ilyen mindenféle ilyen ronda teknősbéka alakulhat ki, normál ilyen szép, humán lények, mint mi. Na szóval ilyenből hányat fedezett fel a Kepler? Nullát. Hány várható a TESS-től? Nulla. Ugyanakkor úgy egy viszonylag konzervatív becslések is azt mondják, hogy a Plátóval 4 éves működéssel egy a nagyságrendileg 50 ilyet felfedezhetünk. Tehát ahol ténylegesen azt mondjuk, hogy érdemes lesz majd megvizsgálni egy 40 méteres óriás távcsővel, vagy egy még nagyobb űrtávcsővel, ott van-e élet, biomarker, élet számára ténylegesen alkalmas körülmények, víz, oxigén, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ha azt mondjuk, hogy az életnek a helyeit keressük az exobolygászattal, akkor az a helyzet, hogy a Plátó ténylegesen érvelhető, hogy szükség van egy ilyenre is. Ugye amikor 13-ban a Kepler abbahagyta az eredeti missziót, amikor tönkrement a két második reaction wheel, tehát a lendkereke is, akkor voltak itt, így hallottam, hogy igazából ez azért szomorú, mert az eredeti Kepler, ha ment volna 8 évig, akkor talált volna igazi exoföldet. De ezzel, hogy a Kepler megdöglött, igazából az igazi exoföld felfedezése az legalább 20-30 évre távol került a jövőbe. És ez akkor már olyan, mint a fúziós energiatermelés, meg az emberes marsutazás. Amiről 30 éve azt halljuk, hogy 30 év távolságban van, és egy év per év sebességgel távolodik a jövőbe.
Félek egyébként, az igazi exoföld felfedezése is ilyen sebességgel távolodik a jövőbe, mert még a Plátó se fog igazából. Na mindegy, hát majd meglátjuk. Ugye a Plátónál ilyen kis icipici vackok fognak, összesen 24-en ilyen nagyon szép rózsaszírom mintájára, ilyen rózsaszírmos elrendezésbe. A középső tartományt 301 négyzetfokot 24 kamera fogja folyamatosan ezáltal észlelni, ezáltal növekszik a pontosság, és hát ez egy masszívabb dolog. Ugye azt mondtam, hogy a Keops volt az asszony, csak más elrendezésbe. Ez 533 kg, ez 10 asszony. 9 és fél. Bocsánat, majd meg, ha megnézed. Tehát 10 asszony. Na, a lényeg, hogy tehát ténylegesen ez egy nagyobb, masszívabb valami lesz, ezért is kerül többe. Nyilvánvalóan ez nem a Föld körül fog keringeni, ez a Nap körül fog keringeni, az L2 pont környékén, tehát 1,5 millió kilométerre kinn, Föld, nem, Nap, Föld, 1,5 millió kilométer, és ott egy ilyen halópályán, ahol most a Gája is van például. Tehát a Föld ne zavarjon egyáltalán, fényesen bevilágító Föld ne zavarjon egyáltalán, még úgy nyilván nem tudjuk, hogy milyen lesz a pályája, és hát egy ilyen ideális esetben egész sokat lefedhet az égből. Vannak tervek arra, hogy lesznek 2 éves folyamatos észlelések is, de az eredeti misszió az biztosan 4 évre van tervezve, esetleg hosszabbítva 6 évre. És ha 6 évig működik a Plátó összesen, akkor esetleg két látó mezőt lehet 2-2 évig észlelni, és akkor örülünk. Ez itt azért lett így betervezve, mert itt eredeti Kepler mező. Tehát jó lenne még visszatérni. És akkor vannak ilyen elrendezések, jelenleg zajlik a közbeszerzés. Sok közbeszerzésről szoktunk hallani a sajtóban. Vannak olyanok, hogy kiderül, hogy a kiírást a későbbi nyertes írja, vannak, hogy kiderül, hogy a kormányzat módosítja a szabályokat, hogy a későbbi nyertes tutira nyerjen. Itt is most egy közbeszerzés zajlik, ezt nem a magyar kormány felügyeli, hanem az Európai Űrügynökség. Ezért vélhetően nem biztos, hogy hazai nyertesek lesznek. Az biztos, hogy 2 indulóról tudunk, az Airbusról és az OHB-ről, a OHB-ről, ami egy német cég. Az Airbus az egy, hát ebben az esetben egy brit leányvállalat indul rá. Azt tudjuk, hogy is volt, januárban volt, érkeztek be az anyagok, és most valamikor születik meg február-március fordulóján a döntés, hogy melyik cég valósíthatja meg a platformot. A műszereket, azt biztosan tudjuk, hogy az OHB, a német OHB fogja, tehát a platforma fölépített dolgokat ő fogja megvalósítani. Az biztos, hogy vagy így néz ki, vagy így, ez itt az Airbusnak a koncepciója, hogy egy ilyen iskolapad, vagy egy ilyen, mi ez a templomba, ott üti, és akkor jön a hang. Ez orgona, ez a valami, ilyen orgonás elrendezés, vagy lehet egy ilyen asztali elrendezés, nem tudom, ez mire hasonlíthat. Akárhogy is rendezzük el, az biztos, hogy valami ilyen zavaros elrendezés lesz, 26 darab távcsövet egymás mellé így kirakni. A legnagyobb kockázat ezzel az egész misszióval a CCD kamerák voltak. Még 2 évvel ezelőtt is mindenki azt mondta, hogy 2023-ban fog menni a Plátó. Most 27-re gondoljuk az indulást, és a szűk keresztmetszet az E2V, az E2V, brit CCD gyártó, CCD chip gyártó cégnek a kapacitás, a szűk kapacitásai voltak, egyszer nem voltak képesek bevállalni, hogy 5 évnél rövidebb időt legyártsák azt a minőségű CCD chip tömeget, ami ennyi távcsőhöz kell. Mert hát 26 távcső, ez legalább 26 CCD kell. Ugye az ember primáris aritmetikával erre jut. De nyilván kell néhányal több. Tehát azt mondanám, hogy 30-at gyártsatok le. Most nem egyszerű 30 ilyet. Olyan minőségben, akkora méretben. Egyet láttam, kézbe is fogtam, hát szép, így néz ki. Tehát lényeg, hogy az E2V-nek a CCD gyártó kapacitása volt a szűk keresztmetszet. Ugye a Plátóban szintén, mint a Keopszban van egy ilyen tudományos tanács, ugye Science Board, ebben a magyar tag Szabó Róbert, a intézetünknek az igazgató helyettese. Ugyanazokat a neveket látjuk. Tehát már betárasztuk el a következő 10 évre előre ezeket a részvételeket. A Science Teamben vannak magyar tagok, de akit így nevesítek itt, a Szabó M. Gyula. Az asztroszeizmológiára, a Plátó asztroszeizmológiára a teljes magyar csapat, mint a tyúkhúra. Hogy van? Ráugrik, mint tyúk a takonyra, vagy van? Rond? Hogy? Gyöngytyúk a takonyra.
Tehát mind gyöngytyúk a takonyra, a teljes közösség, benne érte magamat is, tehát én is a gyöngytyúkok közé tartozom. Erre fogunk a 2020-as években ráugrani, mert addigra kimegy a Kepler, kimegy a TESS, kimegy a Keops, és akkor mi a francot csináljunk? Hát akkor plátózzunk. Ugye vannak magyar vonatkozásai, külhoni magyar vonatkozás, jelenleg külhoni magyarnak tekintendő vonatkozás. Ugye Heike Rauer a közvetlen főnöke Csizmadia Szilárdnak, aki az intézetünkben dolgozott pár évvel ezelőtt, aztán elment Németországba posztdoktornak. Ő a Plátó program előkészítésében dolgozik a Heike Rauer irányítás alatt. Magyarországon vannak ipari partnerek, a C3S Kft., ami a Maszatnak a spin-off, Maszatot legyártó BMS csapatnak a spin-off cége, tehát az Admatis Kft. Is. A dolognak az érdekessége, hogy hát van még egy olyan, hogy Plato Steering Committee, és az a még bürokratább bizottság, amiben én vagyok, az NFM-nek a küldötte, de ezt már föl se írtam ide, mert tényleg semmi köze a tudományhoz. Hát az, hogy hogy csináljuk a pénzeket, meg az ügyeket, hogy intézzük. Hát ami a dolognak az érdekessége, hogy a Plato az az első olyan ESA űrmisszió. Hú, most próbálok érthetően fogalmazni. Elmondom először, hogy mit akarok elmondani, és aztán elmagyarázom, hogy ez mit jelent. Tehát a Plato az első olyan űrmisszió, ahol Magyarország aláíró félként szerepel a misszió definiáló Multilateral Agreementben, az MLA nevű iratban. Tehát a többoldalú megállapodás, amit az ESA tagországok aláírnak miniszteri szinten, hogy egy űrmisszió megvalósuljon, ebben Magyarország a Plátó esetében van, hogy először, hogy ténylegesen aláíró félként szerepel Magyarország. Ugye korábban, mint a Rosettában is, nem volt Magyarország ilyen szinten képviselve, hiszen nem voltunk ESA tagországok. Ugye ESA Multilateral Agreementben, MLA, angol szakkifejezéssel, abban ESA tagországok nyilatkoznak arról, hogy megcsinálnak egy űrprogramot. A Plátó MLA-t az tavaly júniusban fogadta az ESA Tudományos Programbizottság a madridi ülésen, és hát ha a magyar kormány szíveskedik adott esetben letenni némi nemű pénzmagot amellé, hogy ezek a jó kis ipari vállalások megtörténjenek, akkor ez valódi aláírás, ez meg is történhet az idei év során. Tehát a Plátó az a véres kard, amit minden politikus felé körbe tudunk hordozni, hogy nézzétek, itt benne vagyunk a legmagasabb szinten egy ESA űrmisszióban, a Multilateral Agreementben aláíró félként. Tehát ez egy súlyos dolog. Legalább olyan súlyos, mint amilyen én vagyok 20 éve ezelőtt önmagamhoz képest, tehát egy jelentősen súlyosabb, mint ami látszik. Természetesen ebből tudomány leghamarabb majd 10 év múlva lesz. Ez olyan értelme jó hír, hogy ritkán fogtok minket hallani a Plátóról beszélni, olyan értelme viszont rossz hír, hogy 10 év múlva, mint a romlott húson a döglegyek, úgy fogunk itt zsizsegni a Plátó előadásokkal, hogy nézzétek, ezt tudjuk csinálni a Plátóval. Ha csak föl nem robban a rakéta, ami pályára fogja állítani. És akkor elérkezünk az utolsóhoz, erről van már legkevesebb információ, ez 2028-ról beszélünk, tehát ha valaki azt hinne, hogy nincsenek távlatok, ez az Ariel nevű űrmisszió, fantasztikus betűszó, Atmospheric Remote Sensing Infrared Exoplanet Large Survey. Nem survey, hanem large survey, csak egy nyomorult elbetűt lehessen oda tenni. Na mindegy, tehát nagyon-nagyon erőltetett, erőszakolt ez a betűszó. Végre nem fotometria. Végre, ezt kell, hogy mondjam. Nem fölfedezés, nem tranzitmérés. Bár tranzitos bolygó kell az Arielnek is, de nem fénygörbe. Nem azt a nyomorult, mosult eknőtkő még 10 év múlva is magyarázgatni, hogy és akkor bemegy a csillag elé a bolygó, és akkor elhalványodik. Hát már én unom, pedig hát na. Hát már én is 9 éve magyarázgatom ezt, mióta hazajöttem Ausztráliából. Na a lényeg az, hogy az Arielnél nem ez a terv, hanem olyan nagyságrendileg 1000 exobolygóról színkép, spektrum fölvétel az infravörös tartományban, egy dedikált 1 méteres körüli infravörös teleszkóp, az L2 pont körül, tehát oda ki a francba, 1,5 millió kilométerre, és lényegében fél mikrontól 8 mikronig fog színképeket fölvenni, ami által az exobolygók légköri összetételének a vizsgálata lesz a közvetlen cél.
Ez jelenleg az Éza 4-es számú Medium Missionjának a vezető jelöltje. Tavaly novemberben majdnem megszavaztuk, aztán végül elhalasztottuk a szavazástól. A jövő hónapban, március 20-án lesz Párizsban az Éza Tudományos Programbizottságnak az az ülése, ahol szavazni fogunk megint arról, vagy hát első alkalommal, hogy mi legyen az M4. Minden előjel arra utal, hogy ez a Giovanna Tinetti, olasz származású brit asztrofizikus professzor asszony által vezetett missziót fogjuk kiválasztani. De természetesen a jövő az olyan, mint a múzsául szolgáló, ifjú, leányzó, tünékeny mosolya. Néha ilyen, néha olyan. Tehát mindaddig, amíg nem mosolyog ránk közvetlenül, addig nem tudhatjuk, hogy tényleg úgy történik-e. Tehát lényeg, hogy még erről azért van egy bizonyos kérdőjel, hogy ténylegesen az Ariel lesz megszavazva. És az egyik érv, ami miatt van ez a kérdőjel, az egy, ha belegondolunk, hogy mi a francul beszél ez a figura már egy jó 55 perce. Ha megnézzük az elmúlt időszak ÉZA tudományos programbizottsági döntéseit, akkor azt látjuk, hogy Keops, Plátó, Ariel. Ha az Arielt fogadjuk el márciusban, akkor három egymást követő új ÉZA tudományos misszió is mind exobolygós. És ordítanak a nem exobolygós szakemberek, hogy már most már elég az exobolygókból. Tehát szeretnénk már valami mást is. Ugyanakkor a pályázatok, mondjuk egy ilyen félmilliárd eurós pályázat az ÉZA támogatásának elnyerésére, az teljesen szabad. A szakma azt rak össze, amit akar. Hát ha másik területek, mit tudom én, a röntgen, extragalaktikus röntgen polarimetria nem tudott versenyképes pályázatot letenni, hát így jártak. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy van egy bizonyos politikai felhangja, hogy tényleg ilyen érdekesek az exobolygók. Tényleg az egész 20-as éveknek az ÉZA-ban, az ÉZA tudományos programjában az exobolygókról kell szólni. Nem csak erről fog szólni, hiszen ebben az időben lesz a Solar Orbiter, ebben az időszakban lesz a Mars Express, ebben, vagy Mars mi a szar, ami 2020-ban lesz majd, és sok pénzt elvisz tőlünk. Ebben az időszakban lesz a JUICE, a Jupiter szonda, ebben az időszakban lesz az Európára valami küldet, már mi nem ide hozzánk, hanem a Jupiter Európájára. Tehát lesz egy csomó más is, de az új, ezek már mind el vannak döntve, hogy ezek lesznek. De hát az új döntések, azok már most már sokadik éve, 5-6. éve, csak exobolygó. És novemberben, amikor Párizsban elhalasztottuk az M4-ről a döntést, a svájci programbizottsági tag úgy kérdezte is ebéd mellett, hogy te László, hát László, tényleg olyan érdekesek ezek az exobolygók? Hát érveltem, hogy igen, hát most... Mit mondjak rá? Persze, igen, érdekesek. Tehát lényeges, van egy ellenállás az űr tudományos szektorban, hogy már megint ezek a hülye exobolygók. Az Arielről már nyilvánvalóan, Arielről még nincsenek konkrét dolgok, csak ilyen szép tervek. Például ez egy olyan ábra, ami azt mutatja, hogy mi a várható színkép az 55 Cancri E jelzésű csilla exobolygóra. Ugye az egy G-típusú csilla, ami körül van egy valamilyen exobolygó, és akkor lehet látni azt, hogy ezek a kis lilák, ezek a HST-vel kimért dolgok. Ez a kettő nagy plusz, amit a Spitzerrel lehetett kimérni. Tehát főleg ez a két Spitzer pont. Hát igen, tehát az azért nem egy erős dolog, maradjunk ennyibe. A HST-t tulajdonképpen csak egy ilyen kunkor tudott kimérni. És amit várunk ugye az Arieltől, hogy fél mikrontól 8 mikronig ilyen pontossága majd szépen. És akkor itt van a metánnak a csúcsa, itt van az ózon, opp, akkor ott van annyi metán van, hogy mindenképpen tehenek szellentik ki a légkörbe. Ténylegesen, tehát ezek a jellemzők, ezek kellenek ahhoz, hogy megmondjuk, hogy miből van. Jellemes egyszerűsége azt kell megnézni, mi van a függőleges tengelyen? A bolygó és a csillag fluxusának az aránya. Ugye ráadásul ppm, tehát part per million, tehát milliomod részben. Ugye jól ismert dolog, hogy az infravörösben az exobolygók kontrasztja nő. Tehát a relatív hozzájárulás az összfényhez, az infravörösben mondjuk fölnő 80-ról, mondjuk a látható tartvány közepén az 5-ről. 16-szor fényesebb az infravörösben 8 mikronnál. És akkor ez a spektrális lefutás a különböző mikronok függvényében mutatja azt, hogy miből van az a légkör. Ennélkül nem lesz rendes megértés. Tehát kimérhetjük azt, hogy mekkora a sugara, kimérhetjük azt, hogy mekkora a tömege, de az, hogy miből van,
ilyen jellegű mérések nélkül nem fogjuk megtudni soha. És akkor vannak itt ilyen különböző programok, hogy lesz akkor az 1000-ről ilyen viszonylag kis jel per zajú, egy nagyobb fölbontás egy alacsonyabb, kisebb mintáról, és aztán a leges-leges legjobb bolygókról, tehát az összmintának a 10%-ára, amiről mindenféle időben sokszor meg lesz ismételve a mérés, ahol például adott esetben az időbeli változások, az időjárás, exobolygók időjárására vonatkozó információk kinyerhetők lesznek az infravörös spektrumokból. Ugye erre mondtam azt, hogy tuti biztos nem lesz ilyen, hiszen ez a kék, piros és zöld nyíl, ez tuti biztos nem lesz rajta az eszközön, meg valószínűleg nem is ilyen kék színű lesz a távcső, de a lényeg az, hogy egy méteres, vagy hát 0,7x1,1 méteres elliptikus alakú tükör, bejön a fény, ez itt mind leárnyékolja a napot, földet, holdat, mindent, és akkor ott a műszerek ott valahol hátul infravörös spektrográfként fognak viselkedni. Ariel magyar vonatkozások, ez az utolsó előtti szlájdon, mindjárt vége van az egésznek. A tudományos program előkészítésében most idén évelején sikerült egy áttörést elérni, hogy befogadtak minket a Giovanna Tinetti által vezetett konzorciumnak a tagjai. Most beazonosítottunk néhány olyan feladatot, amik a 20-as évek első felében lesznek megoldandók. Ugye az intézet így aktív csillagos csapatból Vida Krisztián nevét írtam oda, tehát fiatalabbakat kell, tehát 10 év múlva kell dolgozni. Én 10 év múlva 55 és fél éves leszek, amíg nem olyan rossz, de aki most 50, az 10 év múlva 60, tehát nem attól várjuk, tehát tiszteletem meg, én se leszek már képes 55 évesen ilyen vackokkal foglalkozni. Tehát itt ilyen 30-asokat kell beírni, 30/40. Én Vida Krisztiánnék a csillagaktivitást szeretném, ha megértenék az infravörös tartományt, vagy ők is szeretnék, azt nem tudom, de bevállalták. Illetve a foltok és flerek hatása, ez a 8 mikronig terjedő tartományban, ez jelenleg nem ismert. Ez még egy olyan terület a csillagászatnak, ami teljesen földerítendő. Ugyanakkor az exobolygó légkör jel kimutatásánál hihetetlenül fontos, hogy le tudjuk szeparálni, hogy mi az, ami a csillagról jön, és mi az, ami a bolygóról. Mi az a változás, ami a csillagnak a légkörébe van, meg mi az a változás, ami tuti biztos a bolygón van. Ezért a csillagoknak az aktivitását, az infravörös tartalmát nagyon meg kell érteni. Nyilván a mostani konzorciumban is vannak ennek szakértői, de kerestük azokat a területeket, ahol a jelenlegi embereink be tudnak dolgozni. Kis Csaba és Népi zenekara, ők az infravörös műszer tesztekben és kalibrációkban már szereztek tapasztalatokat a Herschel űrtávcsőhöz, és amiben ők világvezető szakértők, az állatövi fény hatásai az infravörös adatokra. Megkerestük az iratot, ami az Ariel definiál egy 110 oldalas dokumentum, hogy mit mondanak például a állatövi fény hatásra. Azt mondják, hogy elhanyagolható. De hát, hogy az ember belegondol, jó, igen, tényleg, mert mi történik az Arielnél? Megmérik a fedési exobolygónak a színképét akkor, amikor látjuk a csillagot meg a bolygót, utána megmérik csak a csillagnak a színképét, amikor a bolygó elmegy a csillag mögé, a kettő különbsége megmutatja a bolygó színképét. Két spektrumnak a különbsége. Hát nagyon szépen hangzik, de közben minden mozog a naprendszerben. Mármint az exobolygó nem, de mi igen. Tehát nem egy időben fog megtörténni ez a mérés a csillag előtt, csillag mögötte, csillag oldalán, és közben a nap körüli keringés miatt az állatövi fény az változik. Tehát nem minden, tehát az időben is mutat, meg térben is mutat változásokat. Ha kicsit máshonnan nézünk át rajta, akkor már más lesz az infravörös zaj az állatövi fénytől. És ezt figyelembe venni, ezt mi azt gondoljuk, hogy nem elhanyagolható effektus lesz, hát majd kiderül. Ez egy nagyon érdekes tanulmány lesz majd a 20-as évek elején, hogy ténylegesen az Ariel sávban mit jelent az állatövi fénynek az időfüggő változása. Meg hát beírtuk az exoholdak témát, mert az egy ilyen szimpi téma, hát majd meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami. Itt is ugyanazt a két KFT-t soroltam fel lehetséges ipari partnerként, még nincsen, még minden teljesen fluid, tehát képlékeny, hogy mi fog történni. Bakos Gáspár neve itt is szerepel, ugye ő a célpontok kijelölését a HET bolygókon keresztül ajánlotta fel az Ariel konzorcium számára, és hát ezt örömmel nyilvánvalóan el is fogadták, mert föltételezik, hogy a HET az még működni fog a 2020-as években is, és fog felfedezni újabb és újabb exobolygókat. Ezt a Gazsit ismerve szerintem teljesen jogos föltételezni.
Az előadásomnak az alcíme, vagy a kettős pont utáni utócíme az az volt, hogy mi várható. Talán sikerült mindenkit meggyőznöm 1 óra és 7 perc alatt, hogy a következő évtized, a 2020-as évek látványos eredményeket fognak hozni az exobolygókutatásban. Tetszik, nem tetszik, az Európai űrügynökség nagyon sok pénzt, és az Európai űrügynökséghez csatlakozó döntéshozók igen sok támogatást fognak adni. Egy hétköznapi csillagász szemével mindenképpen hihetetlen mértékű támogatást fognak adni az exobolygó kutatására. Ez ugye azt jelenti, hogy mi vagyunk a vén emberek, akik ezeket a programokat valahogyan menedzselgetjük, de ez azt is jelenti, hogy rettenetesen sok munka lesz. Úgyhogy ha igazából egy szóval kellene mondani, hogy mi az, ami várható, az tulajdonképpen ez. Rettentő sok munka lesz. Tehát ezt majd valakinek meg kell csinálni. Én az egyetemen a diákjaimnak, most éppen BEFCI-t tartok a BSC-seknek, mondom azt, hogy jóslatot teszek, 10 év múlva közületek, ha csillagász lesz mindenki, legalább 3-an mondjuk a Plátó adatokon fogtok dolgozni. Tehát ténykérdés, hogy rettenetesen sok munka lesz ezeknek a programoknak az előkészítése, már egyáltalán, hogy megvalósulhassanak ezek az űrprogramok, látjuk a feladatokat már most 10 évre előre, és hát aztán megjön a szexi tudomány, amikor az a spéci űreszköz elkezdi küldeni nekünk a fénygörbéket, a spektrumokat, akkor egy új világ fog, sok új világ fog előttünk föltárulni. Ezt mind értelmezni, megérteni, és tulajdonképpen elhelyezni a mi élettel teli bolygónkat a nagy képben, az exobolygók világában, ez egy nagyon izgalmas és nagyon időigényes feladat lesz. Tehát ez igazából üzenet azoknak, akik gondolkoznak azon, hogy esetleg csillagásszá váljanak, van remény, munka biztos lesz. Talán még pénz is lesz hozzá. De az biztos, hogy a 2020-as években nagyon sokat fogunk hallani az exobolygó kutatásról. Itt most befejezem, köszönöm szépen a figyelmet!